Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Nádas György. Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege elvtársnak. Talán még vannak olyan korombéliek, akiknek ismert lehet ez az elferdített versrészlet. Cinege Lajosnak hívták a 80-as évek elején az akkori honvédelmi minisztert, és bánata volt, hogy ősszel újabb kiskatonákat soroztak be annó hazánk megvédése érdekében. Magam is voltam honvéd, még a néphadsereg idejében. Azt hiszem, civilként bakaruhát rajtam kívül nem hordott más ennyi ideig, hiszen a Markos Nádasféle katonaszámmal évekig jártuk a művelődési házakat. A katonaságra egyébként akkor az volt a jellemző, hogy ami gömb, azt viszik, ami kocka, azt gurítják. Nemrég megtudtam, hogy azért gurították a kockát, hogy lekopjon az éle, és akkor már lehet vinni. Az apropója egyébként a katonás jelenetnek az volt, hogy 1985-ben be kellett vonulnom, de akkor már a Szépemlékű Mikroszkóp színpad tagja voltam. Sasi Józsi volt az igazgató, és azt találta ki, hogy csináljunk egy jelenetet, ami a honvédségről szól, és ő elintézi, hogy itt a színházban töltsem le a sorkatonai szolgálatomat. Ez aztán szó szerint így is történt. Talán egy páran emlékeznek az itt ülő keme katona jelenetre. Erről jut eszembe egy anekdota. A bankigazgató rászól a biztonsági őrre, mert az öreg ismét néhány percet késett a szolgálatból. Pista bácsi, vegye tudomásul, hogy a bankban a pontosság ugyanolyan fontos, mint mit tudom én a katonaságnál. Volt maga katona? Igen, kérem, voltam. Na és mit mondott magának az ügyeletes tiszt, amikor késve ment be a laktanyába? Az, hogy a lezredes elvtárs jelentem, a zászlója felsorakozott. Szóval a katonaszlám. Markos volt a szigorú őrmester, én pedig az örök balek kopasz. Tudnivaló, hogy akkora sikere volt ennek a jelenetnek, hogy évekig jártunk vele fellépni. Volt úgy, hogy egymás után 4-5 előadásunk volt, és így átöltözésre nem nagyon volt időnk, egyenruhában utaztunk egyik helyszínről a másikba. Történt egyszer, hogy késésben voltunk A-ból B-be. 80-as éveket írtunk, mikor autópálya alig volt, sorompók az úton pedig sűrűn. Sűvítettünk a Wartburggal, úgy 50-nel, mikor az egyik falu előtt éppen kezdte a bakter leengedni a sorompót. Fix volt, hogy lekéssük az előadást, ha csak valamit ki nem találunk. Markos előlült a kocsiban, háromcsillagos egyenruhájában. Tudják, mi ez a háromcsillag, ugye? Persze, egy jó konyak. Én meg kipattantam a hátsó ülésről, bakaruhában, egyenesen a bakter felé, és feltettem a bakternek a kérdést. Na ide figyelj, jó ember, látja ott azt az autót a sorompó előtt? Tudja, ki utazik abban? Na, most akkor vagy felhúzza a sorompót, vagy az őrmester elvtárs elvérzik. Azt hiszem, ilyen gyorsan sorompót még ember nem húzott fel, mint akkor a mi bakterünk. Szóval nekem a katonaság gyakorlatilag további színjátékok újfajta állomása volt. Aztán az is felviláglik bennem, mikor a durva beszéd megzabolázása érdekében az egyik nagy tudású parancsnok körlevelet küldött az angyalbőrt viselők közé. A következőképpen íródott eme regula. Tárgy, a hivatásos és sorállomány beszédkultúrájának javítása. Igen, tisztelt elvtárs! Tudomásomra jutott, hogy néphadseregi szinten a hivatásos és sorállomány körében rendkívüli módon elharapódzott a mosdatlan szavak használata. Mivel a kulturálatlan beszéd honvéd személyeinkhez méltatlan dolog, a kulturált beszéd javítása érdekében a következőket rendelem el.
Egységeknél a politikai helyettesek, illetve politikai szervek feladatává teszem a megfelelő felvilágosító munkát az agitáció és propaganda eszközeinek széleskörű bevonásával, a mosdatlan szavak kulturálatlan használóival szemben. A következő árjegyzék alapján pénzbüntetést foganasítok, melyek behajtásával a fenti személyeket bízom meg. Bélsár említése 500 forint. Ugyanez hígállapotban 600 forint. Kénő egy jelzővel 500 forint. Kénő két jelzővel, például rohadt büdös, 800 forint. Ülő testrész felkínálása búvóhely céljából 500 forint. Ülő testrész felkínálása nyelvvel való tisztítás céljából 800 forint. Kénő említése parancsnok nőrokonával kapcsolatban 1000 forint. Kérem az illetékes szerveket és személyeket, hogy a fentieknek megfelelően szerezzenek érvényt a hivatásos és sorállomány beszédje színvonalának emeléséhez, és a büntetések befolyt összegét fordítsák az alakulat KISZ klubja nyelvi szakkörének fellendítésére. XY azredes. Így mondta ő is, azredes. Akár hiszik, akár nem, ez a megsárgult papír, melyen ezek az intelmek találhatók, a mai napig a birtokomban van. Egyébként, aki ezt írta, annak idején egy borgőzös délután a következőket mondta nekem. Ráadás, jöjjön csak ide! Engem nem érdekel, hogy maga mennyire humoros, ha akarom, akkor én becsukatom magát 10 napra. De ha az nem elég, akkor akár egy hétre is. Manapság már nem tudnak igazából felbosszantani olyan dolgok, melyek fiatalabb koromban még kivágták a biztosítékot az agyamban. Valószínűleg korral jár, vagy számomra már apróságnak tűnnek. Most is ilyen jelentékeny apróságok következnek, méghozzá Szabados Gábor tollából az apróságokat előadja Bozó Andrea, Kaszás Gergő és Revicki Gábor. Könyveket dobál ki az erkéről. Halló, ember! Miért dobálja ki azokat a könyveket az erkéről? Ezek mind angol-magyar szótárak. De miért dobja ki őket? Gyakorolom a szavak kiejtését. Odaláncolta egy vaskerítéshez a bicikliét. Tegnap dolgom volt egy helyen, ahol odaláncoltam a vadonatúj méregdrága biciklimet egy vaskerítéshez. Mire visszaértem, ellopták! A biciklidet? Nem, a kerítést. Remélhet. Márcika, remélhetem, hogy egyszer a kegyeit befogadsz. Arra gondolsz, hogy te meg én? Pontosan arra. Persze, miért ne? És mikor? Egy perc türelmet kérek. Megvan. November 30-a szabad. Beírlak a várólistámra. A szemébe hazudik. Nem bírom elviselni, hogy a szemembe hazudsz. Hidd el, nekem se jó. Csukd be a szemed! Felfedeztek egy új dinoszaurusz fajt. Most olvastam, hogy felfedeztek egy új dinoszaurusz fajt. A T-rex-el áll közeli rokonságban, csak annál sokkal soványabb volt. Ó, vajon hogy fogják hívni? Már megvan a neve. Tianorex. Megszűnt vasúti mellékvonalak. Sok embernek lesz nehezebb az élete amiatt, hogy számos vasúti mellékvonalat szüntettek meg. Én tudok egy jó megoldást. Igaz, hogy sok vonalon megszűnt a vonatközlekedés, de a sínek ott maradtak. Miért ne járhatnának az ott élők, akár csoportosan, az úgynevezett vasúti hajtányokkal? Nem? Testedzésnek se rossz. Jó ötlet. Nem akarod megírni a közlekedési minisztériumnak? Már megírtam nekik. És? Azóta ott vagyok államtitkár helyettes. Baleset érte a villanyszerelőt. Szomszéd, jöjjön gyorsan! Baleset érte nálam a villanyszerelőt! Mi történt?
megrázta az áram. Hát előtte azt mondta, hogy valójában még csak kezdő a szakmában, és rögtön azután megrázta az áram. Kezdő? Akkor majd belerázódik. Állandóan ugat a kutya. Vettünk egy kutyát. Egészen olcsón adták, mert állandóan ugat. Ajjaj, az nagyon zavaró lehet. Ellenkezőleg. De mitől jó az, hogy állandóan ugat? Attól, hogy nem hallom tőle a feleségemet. Papucs férj. Azt csiripelik a verebek, hogy baj van a házasságotokkal. Hogy teljesen papucs férj lett belőled. Ja, Isten, ments, hogy ez a pletyka a feleségem fülébe jusson. Még azt hinné, hogy én terjesztek ilyen hazugságot. És mi van, ha azt hinné, hogy te terjeszted? Jól megverne. Interneten rendelt gyógykapszulák. Jó szívvel ajánlom neked is azokat a gyógykapszulákat, amiket az interneten rendeltem. Hát nem olcsók, de a leírás és a kommentek alapján mindössze pár hónap alatt csodát tesznek. És mire jók ezek a csodakapszulák? Arra, hogy rendszeres szedésük esetén az embert kigyógyítják abból, hogy bedőljön az internetes átveréseknek. Egy számjegyű infláció. Mit szólsz hozzá, hogy még az év vége előtt egy számjegyű lesz az infláció? Na, remélem, hogy így lesz. Kérdés, mi van, ha mégsem lesz egy számjegyű az infláció az év vége előtt? Akkor sincs semmi gond. Amíg nem lesz egy számjegyű, addig nem lesz év vége. Visszafiatalodik a férj. Találkoztam a férjeddel. Nem tudom, hogy csinálja, de szemmel láthatóan egészen visszafiatalodott. És nem csak szemmel láthatóan, hanem minden szempontból. Fantasztikus. Igen, 73 éves, de egy 8 éves szintjén van. Ahol ő lakik, ott még őszinte a mosoly is, a harag is, minden konfliktust meg lehet oldani azzal, ha isznak rá egyet, mint ahogyan inni kell a jókedvre, a barátságra, a délutánra, a tücsök ciripelésre, talán még az adóbevallásra is. Éppen ezért mindig üdítően tud kiszakítani minket a nagyvárosi lét sekélyes szürkeségéből. Szikra László! Lassan véget ér a nyár. Aminek én örülök, mert én nem szeretem a hőséget. Például nem tudom, olvasták-e, én most olvastam, hogy brit tudósok rájöttek arra, amit eddig is tudtunk, hogy ha valaki hőségben tűző napon iszik alkoholt, akkor az hamarabb megállt neki, meg jobban megállt neki, mint ha ugyanezt a tevékenységet hűvös szobába végzi, vagy egy fa árnyékába. Ezt tudtuk, de most ők rájöttek erre végül is. Én elmondtam papámnak, másnap azt láttam, hogy szomszéd Bélabával délbe, a legnagyobb hőségbe, tűző napon ittak a kocsma előtt. Egyből elkerekedett a szemem. Mi csináltok, papa? Spórolunk. Neki ennyi jött le, de legalább megoldott a kreatív, mint szomszéd Bélabá. Tanítottam kőpapírrollóra, és elmagyaráztam neki a szimbólumokat. Belekezdtünk, elsőre követ mutatott, én ollót, magyaráztam neki, hogy a kő kicsorbítja az orrót. Béla bá nyert, egyből rült, játszunk még. Másodikra Béla bá megint követ mutatott, én szintén követ, mondtam neki, hogy kő, úgyhogy döntetlen. Ekkor már elégedetlenkedett. Micsoda? Hát az én követ sokkal nagyobb, mint a tiéd, de én nyertem. Rábeszéltem egy harmadik körre, nem fogják kitalálni, hogy mit mutatott Béla bá. Követ. Én papírt mondtam neki, hát a papír becsomagolja a követ, úgyhogy én nyert. Hát hülyeség, ez nem jó játék, hát hülyeség, ne játsszuk. Nagy nehezen rábeszéltem egy utolsó döntő körre, rájöttem az öreg taktikájára, úgyhogy én megint papírt mutattam, ő természetesen követ. És nem is tudtam megszólalni, örült az öreg. Ha, megint döntetlen. Papír. Mondom,
Béla bá követ mutatott, nem papír. De nem, ez papír, csak összegyűrtem. Papír galacsin. Nyáron voltam Erdélyben, ismét, az egy állati hely. Mert azt figyeltem meg, hogy nagyon sok mindent állatokról neveznek el, tehát madarasi hargita, békásszoros, medvetó, pálinka tenger. Jó, mondjuk a pálinka nem állat, az ugye növény eredetű, mondjuk amilyen pálinkákat én ittam Erdélybe, ott az nem vicc, hogy na papa, mit főzzek a tyúkból, levest vagy pörköltet pálinkát? Meg hozzáteszem, én az erdélyi pálinkától én állatra ittam magam. Komolyan, első óra után én lóra ittam magam, mert négy kézláb közlekedtem. Amikor kérdezték, hogy iszok-e még egy pálinkát, én mondani akartam, hogy nem, de csak nyeríteni tudtam, hogy... Amikor meg megittem a pálinkát, mindig prüszköltem tőle, mint a ló. Megint Attila bánál voltam, ő papám székely cimborája, én mindig náluk vagyok. Kápolnás falun üzemeltetnek egy kis panziót, és ahogy kiszálltam az autóból, egyik haveromék vittek, mondom Attila bának, hogy akartam ám hozni pálinkát, házi pálinkát, hülye vagy? Erdélybe pálinkát, tengerbe vizet? És hogy ott pálinka tenger van, és egy hétig voltam kint, abból kettő nap van meg. Oda meg a visszaút, mert... Kegyetlen, hát eleve, ahogy ugye odaértem, haveromék vittek, kiszálltam az autóból, Attila bá már ott várt a kapuba, a székely kapuba, elővett egy ilyen lapos üveget a zsebéből, azt mondja, ezt kóstol meg, asszon pálinka. Hát mondom, az valami női ital, valami likőr, biztos kikaptam Attila bá kezéből a lapos üveget, egyből meghúztam. Attól a pálinkától, ami a lapos üvegben volt, én percekig csak pipáztam, mint hal a hőségben. És percek múlva is úgy tudtam megszólalni, mint Don Corleone a keresztapával. Attila bá, miért hívják ezt asszon pálinkának? Mit nem tudta a pálinkától megszólalni? Beléd folytsa a szót, mint az asszony. Sajnos kijött a szomszédja, úgyhogy vele is meg kellett inni az üdvözlő pálinkát, oda-vissza. De tényleg 10 perce voltam ott. A kapun belülre még nem jutottam, de én annyi pálinkát ittam, hogy a leheletemmel disznót tudtam volna perzselni. Bementünk kapun belülre, jött Bundás, Attila bá kuvasz kutyája. Elkezdtem hátrálni, Attila bá azt hitte félek, az ne féljé. Nem bán, csak üdvözölni akar. Hát ez azt mondom. Ezt nem akarom, mert üdvözlő pálinka oda-vissza. Hátra mentünk, vagy 20 tehén legelt ott a réten. Közben azon gondolkoztam, hogy mondom, öcsém, én ezekkel minden megiszom, az üdvözlő pálinkát oda-vissza. Eleve már kettős látásom volt, tehát az már 40 tehén. Azt mondja Attila bá, hogy menjünk közelebb. Hát azon gondolkoztam, én nem megyek közelebb a tehéhez, mert ha én rálehelek valamelyik tehénre, az este a fejésné nem tejet ad, hanem túrót. És itt én voltam a hülye, mert Attila bá indult be a házba, én meg ugye be nem állt a szám, mert ha iszok, akkor olyan vagyok, mint papám cimborája Lajos bá. Lajos bá nagyon keveset beszél, tehát Lajos bánál nem az rázza a fejét, az igen az bólogat. Egyszer akartam vele kimondatni, hogy igen, folyamatosan bólogatott. Mondom, mondja már ki Lajos bá, hogy igen, én... Soha. Egyszer kimondtam. A templomba, amikor Rica nénét elvettem, abból is csak a baj lett. És Lajos bá a kocsmába úgy kéri az italt, hogy először fölmutat a mutatójával a plafonra. Ez a kocsmáros megszólítása, hogy Tatókám, légy szíves. Azután rámutat a fél decis üres pohárra a mutatójával, ez meg, hogy töltsé még egyet. És ő így szokta kérni, tehát fölmutat pohárra, föl pohárra, és egyetlen egyszer, így az 5. ilyen kérés után megszólalt még egyet. Olyan csend lett a kocsmába, a légy elfelejtett zümmögni, csendet Totó a kocsmáros szakított a félbe, azt mondja, Lajos bátyám, kicsit iszol, be nem áll a szád.
én is ilyen hülye voltam, hogy be nem állt a szám, mert hogy Attila bá ment volna be a házba, de én meg, ahogy emeltem le a számról a poharat, azt láttam, hogy a legelő túl, ott az erdős részen, ott mozgott a bokor. Én meg kíváncsi voltam, hogy Attila bá, ha az osztal a bokorba medve, akkor mi csinálunk? Attila bá kitöltött egy fél decit, megittuk, hazott a medve, akkor iszunk még egyet, mert idegeskedni kő. És megittuk, és én hülye megint nem tudtam befogni a számot. Attila bá, ha az osztal a bokorba nem medve, akkor mi csinálunk? Attila bá kitöltött egy fél decit, megittuk, hazottam nem medve, akkor iszunk még egyet, mert nem kő idegeskedni. És megittuk. Ez volt az utolsó emlékem Erdélyről. Én úgy emlékszek, hogy az egy hét alatt nem találkoztam medvével, de a fél decis pohárral együtt aludtam. De Erdélyben az volt a nyunyókám. És rájöttem, hogy Erdélyben a medvés találkozások 90%-ának a pálinka az oka, és a maradék 10%-ának a medve. Úgyhogy, ha valaki Erdélybe jár, egy jó tanács, hogy akkor nem a medvétől kell félni, a pálinkától. Köszönöm szépen a figyelmet! Hölgyeim és uraim, most Sinkó Péter egy saját élményét osztja meg önökkel, Revicki Gábor tolmácsolásában. A munka szerelmese. Alig akartam megismerni. A hajdan erős, duzzadó egészségű férfi, csont és bőr. Fújtatva kapaszkodik a villamoson, ingerült morgással kommentálja a csúcsforgalomban a lögdösödést. Kóró kezén az arany Marvin még csillogva árulkodik egy jobb korról, de nyers bőr cipőjébe már belerepedezett a jelen minden nehézsége. Ő Sanyi. Elsőnek házasodott az osztályból. Egy kétajtós vitrint vett el, akkora puttonnyal, mint egy bálagyapot, amire csilingelő műtyürkéket aggattak. Mikor végigmentek a Váci utcán, szinte kopogva hullott róla a Givenchy szaga. Hiába, no, a nagy felületről nagy a párolgás, tanította nekünk Maklári tanár úr. Szegény Sanyinak ez az asszony lett a végzete. A világ pénze nem volt elég neki. A rossz nyelvek szerint az asszony egy 3 méterszer 1,5 méteres pannón tervezte meg a jövőjüket. Ez a lepedőnyi pauszpapír állítólag a hálószobájukat díszíti, egy Vazarelli hamisítvány és egy valódi Szász Endre között. Szegény Sanyi az ábrával alszik és az ábrával ébred. Nézd, fiacskám, mondta neki a szekrény. Most egy egyszerű közrendőr vagy, ugye? Ide a viszintes tengelyre felrajzoljuk az éveket, a függőlegesre, meg a rangot. Terveink szerint 2002-re a lezredes leszel. Aztán elvesztettük szem elől Sanyit. Ugyan 4 évente egyszer osztálytalálkozókon normális ember oda nem viszi az asszonyt, felszabadultan adomázott a régi szép időkről, de ha a munkájáról faggattuk, titkolózásba merült. Legalább 7 éve nem láttam már, eltűnt az osztálytalálkozókról is. És most itt fújtat mellettem a villamoson. Száraz szemeiből segítségkérő morzejeleket ad. Könyörök, hogy szakítsak rá időt, üljünk be valahova, mert ő olyan jól érzi magát, és jó lenne valakinek elmondani. Beültünk hát egy presszóba, kapucíner és paradicsomlé mellé. Megtudtam, hogy még mindig imádja a kétajtós vitrint, aki azóta szült neki 2 gyereket, és azóta kicsit elhízott. Fél éve iszonyatosan sokat keres,
És hát az asszony is boldog most, mert megvan mindenük. Vettek házat Budakeszin, az Opel Astrával most a fia jár, az asszony is vállalkozik, jól megvannak. Teljesítménybe vagyok, mondja ki a varázsszót. Nyilván tudod, hogy a prostituáltat csak akkor lehet elítélni, ha tetten érik, hogy pénzt fogad el a szolgáltatásaiért. Ez benne van a BTK, UMK, mit tudom én miben. Nos, én teljesítményben tetten érő ember vagyok. Reggel bemegyek a kapitányságra, borítékban felveszem a pénzt, aláírok, majd irány a tér. Naponta 4-5 lányt buktatok le. Teljesítményben persze. De volt olyan nap is, amikor 9-et sikerült. Tudod, kellett a pénz. Gyöngyike új bútort akart a konyhába. Kicsit fárasztó munka, de szeretem. Az a baj, hogy a dolgot végig kell csinálni. Különben a lányok gyanút fognak. Miközben beszél, a szeme sarkából egy nőt les a másik asztalnál. Kuncsaft? Kérdezem. Dehogy. Az összeset ismerem. Ez nyilván egy egyszerű háziasszony, aki csak beugrott egy kávéra. De jó lenne ágyba vinni. Három cimbora beszélget a kocsmában. Képzeljétek, szerintem a feleségem megcsal egy villanyszerelővel. Ugyan már miből gondolod? Útkor az ágy alatt találtam egy csípőfogót, mondja a másik. A semmi, az én feleségem egy rendőrrel csal meg, mert egy gumibotot találtam az ágy alatt. Erre a harmadik. Tudjátok, nekem az a gyanúm, hogy a feleségemnek viszonya van egy lóval. Ne viccelj már, miből gondolod? A múltkor egy zsokét találtam az ágy alatt. Most Horváth Tibor szeptemberi sziszenetei következnek. Előadják Bach Szilvia, Bozó Andrea, Csőre Gábor és Kaszás Gergő. Régi autó. Mondd, Sanyikám, miből gondolod, hogy a kocsid műszakilag már elavult? Hát abból, hogy se ABS nincsen benne, se klíma, sőt, mikor tegnap karamboloztam vele, még a légzsákokat is nekem kellett felfújnom. Panasz. Képzeld, Katikám, a férjemnek van egy őrjítő szokása. Ahogy belép a WC-be, azonnal felhagyja az ülőkét. Na, hát én a helyekben örülnék neki. Mi ebben az őrjítő? Az, hogy akkor is felhagyja, ha épp rajta ülök. Idős házasok. Drágám, megmustad már a fogad? Mi az, hogy még a tiédet is? Kezdő háziasszony. Szívecském, mit főzöl? Fogalmam sincs, de mindjárt kész. Pikáns kérdés. És mondd, Évikém, amióta hozzamentél Áronhoz, kipróbáltatok már valami új figurát? Na, mi csak úgy hívjuk, hogy bolti leértékelés. Miért? Mert Áron alul van. Reggeli párbeszéd 65 év felett. Mondd szívem, hogy érzed magad? A rövidebb verziót mondjam, vagy a hosszabbat? A rövidebbet. Jó. Akkor azt sorolom fel, hogy ma melyik részem nem fáj. Poloskák egymás közt. Képzeld, én messze elkerülem azokat a szelektív hulladékgyűjtőket, amikbe az üres petpalackokat kell bedobni. Miért pont azokat? Mert az van rájuk írva, hogy tapossa a laposra. A nyelvész professzor panasza. Amióta a feleségem a tudtom nélkül rendet rakott az íróasztalomon, egyszerűen nem találok szavakat. Változnak az idők.
Régen a bókjaimmal tudtam megszédíteni a feleségemet. Manapság pedig azzal, ha eldugom a vérnyomás csökkentőjét. Morbid. Jaj, Bélám, hallottam, milyen szörnyű baleseted volt. Tényleg elgázolt egy gyors vonat? Na, igen. És mégis milyen volt? Mint amikor sietek valahová. Hogy? Egyik lábam itt, a másik ott. Nagy mulatozás van a vendéglőben. A roma zenészek minden asztalnál elhúzzák a kedvenc nótát. Az egyik nagyképű vendég ezt mondja, mikor a prímás oda megy hozzá. Te Gazsi, azt tudod-e, hogy én neked egy fillért se fogok adni? Mire a prímás? Kezi csokkolom, nem tudom, de tessék csak dúdolni, majd megpróbálom eljátszani. Aradi Tibor Busz megállóban című jelenetében három muzsikus vitatja meg az élet kihívásait. Játszó személyek, Aradi Tibor, Varga Ferenc József és Vida Péter. Szervusz, Aladár! Munkából? Onnan, onnan. Kegyetlen az élet. Az, és te szintén munkából? Á, nem, a feleségemnél voltam a kórházban. És jól van? Jól. Kegyetlen az élet. Hallom, új zenekarod van, kik vannak benne? Kérlek tisztelettel a Torma Laci, a cimbalmos, a Szikora Pisti, a Brácsás, meg ez a Sanyi gyerek. Ő a bőgös? Ha ütöm, akkor nagyon. Szervusz, Sanyika! Tiszteletem, Aladár bácsi! Hallom, egy igazi angol csávóhoz jársz nyelvórán. Hát igen, csak az a baj, hogy az órán nem hegedűhetek. Legutóbb is kivette a hangszert a kezemből. És megy az angol? Hát, még nem annyira, de már lábadozik. Dugulje, Sanyika! Te, Aladár, láttad már az új aranyöngyújtómat? Nem. Na, adj egy cigit, ezt megmutatom. Na, tessék. Köszönöm. És hol az öngyújtó? Gyere át pénteken, majd megmutatom. Sanyika, most beszéltem apáddal, azt hallom, hogy vettél neki egy új okostelefon. Igen, nagyon menő, kínain vettem. Milyen márkájú? Ki a Xiaomi? Micsoda? Ki Xiaomi? Ki Xiaomi? Mi Xiaomi? Sanyi, most telefont vettél, vagy fokhias macska? Milyen márka ez? Stop, nem tudom, a kínai szenvedett vele, mire rányomtatta a telefonra. De apám örül neki. Jó. Te is, mennyi RAM van benne? Há, reggel megivott négyet, azóta nem tudom. Nem apádban, te szerencsétlen. És nem RUM, hanem RAM. Micsoda? Mondom, RAM, az a memória. Milyen a memóriája? Jó, hát a negyedik RAM után már parlamentbe akart hazamenni a Hős utca helyet. De még szalonképes. Sanyika! Tudod, anyád, melyik hónapot utálja a legjobban? Melyiket? Azt a 9-et, ami kihordott. Mondd, Aladár, hogy megy a bót? Döcög, kalmán, kam, döcög. Bár az arany az mely. Tegnap is elküldtem a bátyámékat a környékre, hogy vegyenek ékszereket. Na, és hogy adták most az aranyat? Sírva, kalmán, kam, sírva. Te, Aladár, tegnap felhívott a belga császár. Ma megint kölcsönkért? Nyavaját, fellépést akar. A kislányának születésnapja lesz. Be tudsz ugrani a zenekarba a Lajos helyett? Mi van a Lajossal? Átmenetileg nem elérhető, mert feladott egy hirdetést, aztán lebukott. És mi volt a hirdetésben? Az, hogy alig használt kerékpár lánccal kerítéssel együtt elad. Az...
Szóval, ha be tudod ugrani helyette, akkor a teljes repertoárunkat meg kéne tanulnod, de nem hegedűn, hanem cimbálmon. Menni fog, testvér. Vicé, szétszér falunnapra elfelejtettem elvinni a hangszert, azt lenyomtam a közönségnek a telvilmos nyitányt kürtös kalácson. Mondjuk, az semmi ahhoz képest, amit a Sanyi gyerek tud. Sanyika, meséld el, mit játszottál el tegnap? Anyám Volvóját kártyán. Te Kálmán, ha megyünk fellépni, akkor vinném magammal az asszonyt is, jót fog tenni nekünk egy kis levegőváltozás. Hát, ha repülőn megyünk, és jön a feleséged is, akkor tényleg meg fog változni a levegő. Viccelődjél csak! Az én nejemmel unalmas mostanában a szex, úgyhogy visszatértünk a jól bevált lovaglópózhoz. Lovaglópóz? Az milyen? Én horkolok, ő meg cukrot eszik. Na jó, nem hallgatom tovább a hülyeségeidet, megyek inkább taxival, mert úgyse jön a busz. Akkor megyek én is veled. Engemet nem vinnének el? Sanyika, volt ma olyan, hogy Kálmán bácsi nem törődött azzal, akit szeret? Nem volt Kálmán bácsi. Na látod, hát most se lesz másképpen. És szerinted Kálmán bácsi ott hagyná az utcán azt, akit szeret? Nem, Kálmán bácsi. Na látod, ha ma se lesz másképpen. Te is olyan volt már, hogy ne vittelek volna magammal? A például tegnap. Na látod, ma se lesz másképp, szabasztok. Kedves közönségünk, ha a most következő előadónk előtt hosszabban beszélnék, akkor nem maradna ő rá időnk. Én nem szaporítom a szót, tegye meg ő én helyettem. Fogadják szeretettel Fábri Sándort. Jó estét kívánok, köszönjük szépen. Hát kedveseim, ifjú korunkban, amikor június 8-án az iskolatáskát odahajítottuk a sarokba, akkor azt hittük, hogy a nyári szünet soha nem fog véget érni. Az egy végtelen időnek tűnt. Most egy kicsit bebólintunk, és hopp, már vége a nyárnak. Kérem szépen, a nyaralásnál fárasztóbb, kegyetlenebb és kíméletlenebb tevékenység a világon nincsen. Ugye küzdeni kell olyasmikért, amik otthon megvannak. Tehát a megfelelő tea, a pirítós, a narancslekvár, a speciális műzli, most rákaptam, van ilyen fitness műzli, de egyáltalán nem fit, de nagyon jó. Ott van a kispárna, a ventilátor, és hát ezer egy ilyen dolog. Na most egy nyaralásnál mindez küzdelem. Tehát mondjuk a tengerparti nyaralásnál, ha homokos, nem azért, de annál szarabb nincs a világon. Kicsit elmentünk Spanyolországba még a nagy meleg előtt, de már jó meleg volt, tehát június végén utaztunk, bízva abba, hogy a hőmérséklet 40 fok alatt marad, és Malagába két nap tengerpartot be kellett iktatni a kislányomra való tekintettel, szürke homok, kopárság, lakunk egy ilyen rakétakilövő támaszpontba, tehát korai siófok, csak nagyobb az épületnek a mérete, valami pokoli, Európa teljes proletariátusa, tehát a lenőtt körmű, gombáslábú, rettentmény viceházmestereknek egy olyan arzenálja, olyan tetkó kompozíciókkal, hogy az elképesztő. Ugye mezitláb nem tudsz lemenni, mert leég a talpa. A szandiba mész, akkor meg lapfogsz a homokba, pokoli, és tessék, én most már bemerem vallani, hogy én a sósvizet nem szeretem. Élnek, halnak az emberek, én a Duna szakasz szeretem Pócsmegyerrel szemben nálunk, vagy adott esetben a Balaton, de a legjobban a Dunát, ugye pláne kánikulában. Szóval a nyaralás az egy katasztrófa.
De formányos módon ugye én három helyre mindig is el akartam menni, ahol még soha életemben nem voltam, ugye Sevilla, Granada és Córdoba. Ugye Granadában már csak azért is, mert apám reggel a fürdőszobában gyakorta énekelte, hogy Granada gyöngye volt, ez az ifjú lány, és ez a fürdőszobában egy csodálatos akusztikát kapott, tehát gondoltam, ez a Granada, ez egy érdekes hely lehet, de hát Malaga ugye az elején a városban laktunk 500 év. A város annál régebbi. Nem, most komolyan mondom, én nem vagyok ilyen hasraesős, de hát először is az emberek is illatosak. Az, hogy estére ott csajokból milyen felhozatal volt, hát ebbe csak ilyen diszkréten tudtam elmerülni a családi körülményekre való tekintettel, de ami este föl lett vezetve, én imádom ezeket a spanyol csajokat, akkora orruk van, mint egy kozák pisztoly, de ettől jók ilyen kisnadrágba, tippek, toppok, moppok, a biciklis gatya rosszabb, mintha föl se venné, az fölháborító, és ott hát javasoltam, hogy egy kicsit pihenjünk a korzón, és ott két korzó találkozott, hát ott az embereknek ez az áradása jó illatban, szépség, jólétben, lazaságban, isteni, beszereztem a kölcsönkönyvtárban Pasut László, ugye már elfelejtettük, pedig egy micsoda kitűnő szerző, micsoda kitűnő könyvei voltak, és kiderült, hogy van egy ilyen könyve, hogy Hispánia, Hispánia. Hát az valami isteni, tehát hogyha valaki megy valahova és írni is tud velem ellentétben, az egy pazar dolog, és ő mesélte, a spanyol polgárháború idején Malagába a szabadságharcosok villamossal mentek ki a frontra. Hát ebből azért meg lehet biztos dolgokat érteni. Hát pokoli, pokoli, pokoli. Na a lényeg az, hogy elmentünk a festői Córdobába, hát a mecsetről nem beszélnék, tehát 800 különböző márványoszlopon nyugszik, nem érdekes, leírhatatlan, ja, és állítólag az Ollé szó az az Allahból van. Ezt mondja legalábbis Pasut László. Valószínűleg nem, tehát ez egy ilyen délibábos nyelvészkedés, de hát ha mégis, plusz az ókori, főleg tudományos irodalom legnagyobb része az a mórokon keresztül maradt rajtunk. Tehát Gallénusz, Hippokrátesz és egyéb különböző körzeti orvosok munkái. És még Malagába, hát az utca is illatos reggel. A korzóra eleve ki van feszítve egy ponyva. A férfiak jól vasalt hosszú nadrágban, hosszújúinkben, mint az olaszok. Tehát, ja, Matyi unoköcsémnek van egy kisfia, Tóbi. Nem hajlandó csak hosszú nadrágot és hosszújú pólót hordani. Tegnap fölöltöztette az apja a Dunabogdányi strandon, én már a nézésétől is elájultam, mert gyakorlatilag egy alsó baszkó nadrág és egy hosszújú overall került rá így egész egyszerűen. Na mindegy. Ugye elmentünk, már itthon megvettük a jegyet, Córdobába is, Sevillába is, Granadába is, az Alhambrába. Ezt nagyon ajánlom, ha ennek, hogy ezt vegyék meg előre, mert különben rettelte sorbálásokban lehet részük még mellékszezonban is. Most persze jó nézni a tévét, hogy 45 fok van, nálunk csak 40 volt. Tehát gyakorlatilag úgy lehetett közlekedni, hogy a légkondicionált szállodában repülő rajtot vettünk, beállt a légkondicionált taxi, abba fejjel beugrottunk, és elmentünk a megfelelő objektumba, ahol azért relatíve hűvös volt, de hát persze nem olyan nagyon. Na azt akarom elmesélni, hogy ugye Picasso Malagába született, ugye ez itt egy tál Malaga, ez meg Tutankhamon Malaga, ugye vannak ilyen szép mondások, édesapám ezeket is mind gondosan megtanította velem annak idején, és ott van a Picasso Múzeum. És kiírták, hogy 56-ban Picasso elítélte a szovjet intervenciót. Hát egy nagy retkest. Én éreztem, hogy nem, és itthon utána néztem. 56-ban a Czóbel Béla egy olyan szívhez szóló levelet írt neki, hogy emelje fel a hangját, csináljon valamit. Hát egy lópisztolyt.
nem csinált semmit. Ettől ő a világ legnagyobb művészeinek egyike, én ezt nem vitatom. 45-ben belépett a francia kommunista pártba, és haláláig, utolsó lélegzetéig tag volt, megkapta a szovjet békerendet, Stalin rendet, Bruscsov rendet, Brezsnyev rendet, mindent az ég egyadta a világon, ugye rajzolta ezt a békegalambot, ugye hát az egész békemozgalom nem volt más, mint egy ilyen kommunista fedőszerv. Na, minden esetre ennek utána néztem, úgyhogy ne higgyenek annak, hogy Picasso húj, de kiállt volna a forradalom mellett. Elmesélek egy kis anekdotát, amit sokaktól hallottam, irodalmi nyoma gyakorlatilag nincsen, 56 előtt valamikor, nem tudom mikor, átutazott Párizsról az aranycsapat, és megjelent egy pici félkopasz ősz bácsi, és mindenkinek adott egy tányért. Bólogattak, majd hazafelé azzal szórakoztak, hogy a tányérral ki tudja eltalálni a villanyoszlopot. Ezt a félkopasz ősz bácsit Pablo Picassónak hívták. Na, a lényeg, hogy Sevilla is a csúcsok csúcsa, reggel 8-kor elmentünk misére a kislányommal, kislányom az szeret misére járni, én meg gondoltam, hogy az alatt sunyi nézdögelek, ugye, egy turistamentes templomba, tehát így forgatom a szememet, miközben be ugye megy a misézés, a tornya az egy minaret volt, és lóval fel lehet menni mind a mai napig, ez csak úgy zárójelbe közlöm, és azt a pillanatot még megpróbálom ideidézni, amikor 6 ember kinyitja ezeket az istentelen bronzkapukat. Tehát az egy hihetetlen érzés. Nem erről akarok beszélni, hanem Sevillában van egy palota, amit úgy hívnak, hogy Pilátus palotája. Azt egy gazdag család építette, ez látszik is a pecon. Ugye szerintük olyan a ház, mint amilyen a Pilátusé lehetett. Tehát ezt ki tudja, erről majd lehet egy újabb Viaszat History sorozatot. Van új része az eltűnt Fridládának, Bessa Behu, tehát megőrülsz, tehát már semmi nincs. Lehetett itt a Fridláda? Hogyne? Mit tudunk róla? Semmit. És ez megy 45 percen keresztül, és mondom, hasonló a Szent Lándzsa, és hasonló a Grál, ugye? Egyik sincsen meg, némileg hasonlóan a magyar nemzeti vagyonhoz, amivel egy picit elcsurgott cseppent erre, arra, amarra. Na, a lényeg az, hogy a Pilátus palotájába az egyik terembe így jobbra néztem, és egy benga nő tart egy kisdedet, és akkor a szakálla van, mint Iványi Gábornak, csak feketébe. Képzeld el? Hát mondom, csoda, hogy ez még nem a Pride logója. Pontosan lehet tudni, ezt a José Ribera nevezetű kiváló barokk festő festette, aki egyébként Nápolyban dolgozott, mert Nápoly akkor a spanyoloké volt, és ott volt valami pervers herceg, és annak a megrendelésére kellett ilyen háromfejű lajcsikákat festeni, meg pupos gyere, nem tudom, szóval rettenetes. Hát ez a szakállas nő se van jó ízlésre, hát képzeljék el, ifjú koromban, amikor természetesen baloldaliak voltunk erősen, 20 forintért vásároltam a szovjet kultúra boltjába, az Asztóriánál egy Lenin plakátot, ami életnagyságú volt. És ezt fölrajszögeztem a falra. És mikor hazamentem, minden este megijedtem tőle. Szóval az annyira rettenetes volt, most nem feltétlenül azért, mert Lenin, hanem hogy áll ott valaki. Na most, hát egy ilyen szakállas nőt, nagy festő ez a Ribera, a képnek az eredeti az a Prádóban van, és lehet tudni, hogy ki ez a nő, 31-néhány éves korában elkezdett szőrösödni. Érdemes, csak beütik, hogy szőrös nő, és csoda kalandokra lehet szert tenni. Na, a lényeg, hogy elmeséltem Fehér Béla barátomnak, aki szerintem ezt meg fogja írni, mert már 24 cikket közölt, vannak szakállas női szentek, és hatalmas irodalma van az egésznek, erről a hölgyről pontosan tudjuk egyébként, hogy kicsoda, hol élt és mi a helyzet. Ennyit a szőrös nőről, Picassóról, Malagáról. Nyáron a legjobb dolog semmit sem csinálni. A verandán feküdni, kis ventilátor, és nézni a televízióban mindenféle baromságokat, és közbeszúnyókálni. Na, elég az hozzá,
hogy két nagy pillanat volt, nem is értem. Az egyik volt Fogel Soma, amikor 5-5 méteresből kivédett hármat, és a meccsen nem is védett túl jól ez a rosszaság. Ilyen krisztusi arca van, ilyen angyalszerű, és egyszerűen, amikor beindultak az 5 méteresek, akkor egy polipot láttunk. Nekem nem volt se nyállam, se székletem, se vizeletem, semmim, tehát leállt a teljes keringésem, leálltak az életfunkcióim, borzasztó volt. A másik pedig mostanában történt, a fene gondolta, ugye? Néztem az atlétikai VB-ből elég sokat, egy nap kint is voltunk, marha meleg volt, és megittam egy sört. Te rosszul lettem. Tehát azt hittem, hogy hozni kell a nagy rohammentőt, és itt eltolom a biciklit. Na mindegy, aztán nagy nehezen rendbe jöttem, és akkor az utolsó nap, vagy az utolsó előtti nap jött ez a svéd denevér, a rúdugró. Hát micsoda egy fickó! Olyan idegei vannak, hogy 30 000 ember kukolja, ő meg így pihen. Mármint a szünetekbe. Utána felpattan és ugrik egy marha nagyot, és marha dicséretes volt, ugye ő 6-10-zel nyert, de fölrakta 6,23 méterre, mert ez 1 centivel több, mint a világrekord, ami egyébként az övé. Hát isteni, isteni pali. Leverte, leverte, de hát így is örültünk. Na jó van, egy kedves kis sztorival zárom, Heri kutyánk ismét hallatott magáról. Kislányom vacsorára evett 2 darab vajas kiflit. Megette az egyik vajas kiflét, és aztán mit tudom én, elrohant a kertbe, volt valami sürgős intézni valója, mire visszaért, a másik kifli hogy nem volt ott. Kérdeztük, Harry, tetted meg a kiflit? Harry ilyenkor félrehajtja a fejét, bánatosan néz, pontosan tudja, hogy mit kérdezünk, és csak a nyelvével így végignyalta a felső ajkát. Köszönöm szépen!